politikusok ugyanazt akarják, csak nem ovisokkal, hanem a társadalmunkkal, hogy egy idő után mindnyájunk gyíkemberré változzon, és hogy ők egy nyugodt, embermentes társadalomba tudjanak élni. Ez csak a kapudrog, az óvodások átoperálása, ez az egész. Persze, az a kezdés. Tehát, hogy hagyjuk már ezt, hogy fiú, lány, gyík vagy nem gyík? Döntsük el! Sziasztok! Újabb hét, újabb geekok, és special vendégünk van, Bettin és Dattin kívül. Ronit bérbe adtuk mára, a retikült pörget most a szemétégetőnél, innen is üdvözöljük. Hello, hello! Azon gondolkodtam, hogy lehet téged bemutatni, Peti, és képzeld el, hogy összeraktam egy mondatot, mert annyi sokat tudnék rólad beszélni, hogy szerintem nem lenne elég adásidőnk, nem lenne elég műsoridőnk rá, és azt találtam ki, hogy úgy lehet téged legegyszerűbben leírni, hogy a mi haszna banánja. Egyébként Lehr Péter érdemes művész, zenész, én nem is tudom, te mi minden, operatőr, utómunkák gyöngye, rendező, szövegír, mi nem vagy? Vagy mi nem voltál még? Nem tudom, akasztott ember, ahogy itt szokták mondani. De szívesen kipróbálnám azt is. De hogy mi az apropó, hogy Peti itt van velünk, a Geekok Podcast nevét és fő címét is neki köszönhetjük, ugyanis bő egy évvel ezelőtt mutatta az első demóját, a Banán Geekok című, hát akkor még nagyon demófázisban lévő tracket. Igen. És ez annyira megtetszett nekem, hogy egyből lenyúltam, és ezért lett Geekok a podcastunknak a neve. Igen, és én kifejezetten megkértelek rá, hogy még létszi abban a formában, ne használd, hiszen ahogy te is mondod, még iszonyatosan demó változatban volt még, de érdekes volt látni, hogy már azelőtt kijött a dal, még mielőtt mi mondjuk kihoztuk, és hogy ennyi ember megismerkedett vele. Remélem, jó sok mindenkinek sikerült vele lerobbantani az agyát, igazából ez volt a cél, vagy ez lett volna a cél. Bocs. Igen, az egyik kedvencem a Betty reakciója volt, amikor mutattam neki a klippet. Na, mi volt a reakció? Nem is tudom. Hogy mi, várja, szó szerint megpróbálom itt ízni. Úristen, mi az, amit látok? Ez kurva jó. Igen, meg hogy YouTube trending. Igen, YouTube trending. Megérdemelni egyébként. Hát nagyon szépen köszönöm, hogyha így gondolod, igazából szerintem a YouTube trendingben alapvetően inkább olyan zenék vannak, ami szélesebb körben tud érvényesülni, vagy több emberhez tud szólni, mit tudom én, a sikertémák, a szerelem, a szakítás és a mennyi pénzem van. Most főleg a mennyi pénzem van. Főleg a mennyi pénzem van, meg ezeknek ugye nyilván a vegyítése. Hát ez nyilván a gyík emberekről, a yetikről és hasonlókról szól. Szóval nem tudom, hogy a magyar társadalom egyáltalán hány része foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Minden esetre, nem tudom, valamiért egyszer csak betalál. Egyre több ilyen sorozat jött, egyre több ilyen hírt hallottam. Figyelj, Covid után szerintem elkezdték reneszánszát élni az összeesküvés elméletek. Igen. Ugye, még a Gödény Györgyék még pártot is szerveztek, ugye? Anti-chip, anti-oltás, nem tudom mi. És valami jó, ők is valami, a jól emlékszem, ami 160 millió forintunkkal léptek meg ezen akció után, így az adófizetők. Igen. Hát jó, de munka azért volt mögötte, tehát. Jó. Munka. Igen. A sorozatgyilkos is végül is egy meló. Az is egy kemény munka, és igen, nehéz végezni. De mondjuk ebben így nem gondoltam bele. Társadalmi valami kevés van. Valahogy a Gödény Györgyet is ebbe a kalapba tartom. Egyébként a Kelemen kabátba jutott még eszembe róla, erről a számról, amit feltettetek YouTube-ra, illetve a műfajában szerintem sok emberhez el tudna érni, mert ugye nem lett egy szélsőséges műfaj, hanem egy ilyen bulis, ilyen catchy szám lett. Aha, yeah. Hát igen, alapvetően inkább ilyen trashy vonal
Szóval én nem nagyon szeretem így semmihez hasonlítani, mert amikor mi elkezdtük ezeket a dalokat írogatni, így nem az volt a koncepciónk, hogy na figyelj már, az legyen valami ilyesmi. Nem igazán tudok énekelni, úgyhogy azért próbálta inkább ezeket a... Tehát rappelni se tudok, de hogy valahogy e között valami mégis egy ilyen kifejezési formát találni. És így lett ez a középmegoldás. Nem tudom, páran mondták, hogy inkább ilyen belgás talán, vagy hogy ott inkább ilyen szövegcentrikusabb a zene, vagy a szöveg, ahol megengedik maguknak mindenféle kísérletezgetést. Richard Gere, ami sajnos most feloszlott, szerintem ők voltak itthon ebben a stílusban az egyik legnagyobbak. De ja, igazából van egy pár nagyon gyagya zenekar. Rühös Foxy. Velük például nagyon szívesen játszanánk is. Halljátok, Rühös Foxy. De tényleg hallgassátok meg, hát iszonyat milyen szövegeik vannak, meg kurva jó a zene, meg minden, amit összeraktunk. Meg nagyon erős érzéseket váltott ki az emberekből. Én azt vettem észre, aki reagált rá, tehát hogy volt valami megjegyzés, most ha jó, ha rossz, de hogy valamit kiváltott ez az emberekből, amikor meghallották már a podcast elején, hogy úristen, mi ez? Igen. Igen, egyébként az megosztó, az egyértelmű, tehát hogy itt valaki vagy imádja, vagy utálja. Ja, persze, de mondjuk, hogyha lehet az alapvető céljaimról így beszélni, akkor inkább az volt, hogy ne legyen semmihez sem olyan szinten hasonlítható. Az nem gond, hogyha valamire azt mondják, hogy fú, ez nekem nagyon sok, vagy nem kevés, nekem az volt a cél, ami ne legyen olyan, hogy ilyen langyos lábvíz, vagy tudod, minden. Hát hallottam már, mert akkor inkább váltson ki valamilyen érzelmet. Az nekem tök mindegy, tehát nem azzal a célra készültek ezek a dolgok, hogy hú, hát ennek mindenkinek tetszenie kell. Mert ugye alapvetően ezek a dolgok úgy készültek, hogy a saját magunk szórakoztatására. Tehát pont amikor a Covid volt, nagyon jó barátom, a Gabcsival leültünk, és akkor a mindenféle fiús esténken, ahol rendszerint italozásba torkollottak, elővettük a gitárokat, és a legalapabb ilyen zeneszerkesztő programokat, és így tényleg a saját szórakoztatásunk miatt hatalmas visítások közepette összeraktunk egy pár dalt. És később, amikor egy pár évre rá feljöttek ezek ilyen mindenféle házi bulikból, hogy nézd, csak amúgy mi demóztunk, akkor egy jó pár másik zenész kapott az alkalom, és azt mondták, hogy hát, bazd meg, akkor ezt csináljuk már meg. Szóval igazából ez így indult. Szóval teljesen organikus. Aha, teljesen organikus. Figyelj, a Gyíkok című trackben én már hallottam jó párat, amit még majd még a publikum nem. Úgyhogy mindenki készüljön. Gyakorlatilag páros lábbal beleugrasz az összes ilyen konteós arcba gyakorlatilag. Tehát az egész gyakorlatilag az ő kifigurázásuk. Igen. Szinte. Honnan jött ez a koncepció, hogy a konteósok? Tehát, hogy itt tele lett a polc nálad, hogy a faszom tényleg már megint a lapos föld, meg az 5G, meg az egyik emberek varják űrgebőrbe a Mark Zuckerberget, vagy... Én nem is tudom, talán úgy kerestem szövegekhez témát, hogy mi lehet az, ami esetleg szélesebb körben érdekelheti az embereket, vagy úgy ismerik ezt a dolgot, viszont nem születtek róla még dalok. És akkor ez például egészen egy olyan témának tűnt, ami, mint ahogy mondtam, hogy nagyon sok ilyen sorozat, meg egyre több ilyen cikk, meg hasonlók jöttek föl, csoportok, a lapos földhívők, az antilapos földhívők és hasonlók. Tehát egyre több ilyennel találkoztam, és így megpróbáltam tényleg kvázi a legismertebb ilyen konteókat összegyűjteni. Tehát ezeken belül nyilván kismillió másik van, vagy még mélyebbre lehetett volna ásni, de valószínűleg ez a Yeti, a nagy láb, a Loch Ness-i szörny, és a hasonlók. Tehát ami gyakorlatilag még ezen belül talán egy kicsit ilyen szélesebb körben ismert ilyen konteók. Tehát próbáltam arra koncentrálni, amit úgy lehet, hogy elbírnak csípni az emberek. És mit szólsz hozzá, hogy jön a 6G? Hát személy szerint én nyilván örülök neki. Még gyorsabban lesz meghajtva a csippem.
Csak igen, nehogy túl hevű. Így van, lehet, hogy már fog füstölni a hadigét. Igen, a igen. Hát te így egyébként az oltással kaptad meg a csippet, vagy már előtte? Én hál' Istennek az oltásra. De amúgy volt egy ilyen sor is, hogy ami végül is nem került bele a dalba, hogy mondhatod nekem, hogy felnútás, de lepattan rólam az oltás. Majd a következőben. Majd a következőben, igen, már egy pár barátom mondta, hogy hát nagyon vagy érne egy ilyen gyíkok kettő. Igazából egy ilyen ufós tematikájú dal már van, így korábbról szól, hogy lehet, hogy ezt gyúrjuk. A másik, az eredeti klipbe azért nem akartam, hogy szerepeljenek ufók, mert abban én is hiszek. Egy antikonteus azt, hogy na jó, de ufó, ne rakjunk, mert az tudja, hogy van. Tehát ami kimaradt a dalból, de a szövegből abról feltételezhetjük, hogy hiszel benne. Igen. Várjál, a Balaton volt benne? Igen, akkor abszolút. Jó, akkor jó. Igen, úgy kezdődik az egész, hogy szerinted létezik egy olyan hely, ahol ilyen kibaszott drága, a lángos. Ja, tényleg. Biztos, hogy nincs ilyen hely. Hát 2000-2005 ér adják. Hát ilyen hely hát nincsen, bazd meg. Nekem ez a kedvenc konteum, és az a poén, hogy ez ugye egy ilyen full viccnek indult. Abszolút. És azóta én látok tényleg olyan embereket, akik ezt így komolyan vették. Tehát, hogy poénra indult az egész, és vannak emberek, akik ezt komolyba átfordították. Igen, ez akkor se hiszem, ha látom. De én gondoltam, hogy azt a részt úgy kellett volna megcsinálni, hogy egy lángossal állok a Balaton közepén, és tudod, ott vagyok, de hát ilyen nincs. Ne, hát ezt hagyjuk. Nem. Ez csak a Matrix hiteti elvelen. Meg a gyík emberek, akik bemásztak az agyadba. Igen, besugároznak a csippel. Igen. Hát nem tudom amúgy, minek kéne azt a csippet tényleg így belénk rakniuk, mikor gyakorlatilag az emberek nagy része így miközben telefonnal járkál, hát így van. Az összes koordinátája, hogy mit szeret, hogy mit csinált, hogy mit mondott, és hasonlók, hát azok... Hát meg gyakorlatilag, hogy mit lát, hát két kamera van rá. Nem tudod úgy lerakni, hogy ne legyen kamera. Tehát... Persze. Többet tudnak így is rólunk, tehát hogy még benne mérnék a pulzusodat, vagy az agyhullámaidat? Hát mérje az óra, tehát megvan. Van ilyen szöveg is, hogy barátom a Google és a kínaiak többet tudnak rólam, mint a valódiak. Ja. Hát ugye annak idején, amikor a Niantic kiadta ugye a Pokémon Go-t, akkor pont volt is egy ilyen probléma, hogy az USA-ba valami nagyon forgalmas helyre, azt hiszem valahova a Central Park környékére, valami nagyon ritka Pokémont oda rakott direkt a Niantic, és több ezer ember mászkált kint az utcán, és kamerázott, és kereste a Pokémont, és így, hogy ugye akkor így meg is fogalmazta ezt az amerikai védelmi minisztérium, hogy ebből probléma lehet, mert ugye tehát a program hozzáfér a kameraképekhez, mert ugye engedélyt kell rárakni, és nem tudják lekövetni, hogy azt hova továbbítja. Tehát, hogyha így megkérik az embereket, hogy most menjenek akkor a Pentagonhoz, és ott kamerázgassanak, akkor az annyira nem biztos, hogy jó. Okos húzás. Tehát, hogy ott is volt egy ilyen konteó, hogy hát ugye a kínaiak megfigyelnek rajta keresztül, ami egyébként simán benne is van a pakliba, mert erre ugye engedélyt ad a user, hogy használják a kamerát. Igen. Látom, hogy a TikTokon a twerkeket elemzik a kínai belügyminisztériumnál. Igen, a sátánista jeleket, jelképeket. Meg a kapitalisták. Igen. Ilyen téren egyébként a TikTok az most pont, hogyan mondják ezt, hogy konszolidálódik? Nem ezt a szót kerestem, hanem hogy aktuális. Na, így fejezem akkor ki. Nekem pont tegnap, Roninak pedig ma reggel dobta föl a telefonja, az iPhone, hogy hát a TikTok eddig hozzáfért a fotóidhoz meg mindenhez, és hogy ezt továbbra is szeretné, de neki engedélyezni. Ó. És akkor ugye megkérheted, hogy korlátozza a hozzáférést, vagy engedélyezett tovább. Na, de milyen jó fej, hogy legalább figyel az Apple rá, hogy egy olyan joghoz, amihez már nem nyúltál fél éve, hogy ezt te biztos akarod-e, hogy ez legyen. Legalább emlékeztetnek rá, hogy... Ja. Hát figyelj, ezt idáig elloptuk, de hogy innentől szabad hivatalosan? Mi lehetett az első hivatalos nagy konteó elmélet?
Tehát, hogy a klip szempontjából nyilván szerintem a legrégebbi a Loch Ness-i szörny, meg a Holdra szállás. Uh-huh. A legrégebbi Conteo? Hát, amilyen tényleg worldwide hatású. Tehát, hogy nem, hát, a, nem a badacsonyi görény ember, egy kicsit magyar. Lehetek gondolsz? Na. Hát, hogy van odafönn egy ember, aki figyeli minden tettünket. Ja, hogy így most páros lábba belerugsz az összes vallásba. Pedig külön lett van egy kérdésem a vallásról majd. Én szerintem az is igazából. Most nyilván ez van olyan, akiket sért, de az is igazából simán betudható egy Conteónak. Szerintem. Ja, persze, egyetértek. Az emberek szeretnek mindenre magyarázatot találni, és nem feltétlenül a legkézenfekvőbb, vagy a valós válaszokat szeretik ők megkaparintani, hanem az, amihez ők a legjobban tudnak idomulni. Tehát igen, ugye sokszor igen. Mondjuk, hogy emberek különböző buborékokban élnek, és hasonlók, és mondjuk az ő véleményükkel megegyező dolgokat szeretnek befogadni. Szóval szerintem hiába van már nagyon sok kérdése válasz, akár a neten, akár tényleg írott formában, hogyha azt egy blogbejegyzés alkalmával valaki az ő szavaival hozzá közelebb állóan meg tudja fogalmazni, akkor ő abba fog hinni, és ő azt fogja hinni, hogy ő bizony utána nézett, ő tudja az igazságot, ő... Már ez könnyebb befogadni. Vagy a Holdra szállás szerintem valószínűleg nem az egyik első volt, de... Nem, de az egyik legnagyobb körben. Hát igen, meg az egy világpolitikai Conteo. És az még a mai napig él és virul, és mai napig emberek állítják, hogy... Igen, az jaj, nem voltak fent. Tehát ott ugye... Egyik kedvencem. Hidegháborús űrversenyben ott egyértelműen a keleti blokk azt nem tudta lenyelni, hogy az USA zászló igen. Kifeszítették a Holdra, tehát nyilván, hogy ezt... Hát minden másban az oroszok igazából sokkal jobban előttük jártak. Igen, és ugye, hogy ez első... volt így az utolsó pont, hogy na jó, de a Holdra, akkor meg mi lépünk először. Hát csak azt tudták megnyerni, ugye, az USA, mert ugye első szatelittel az oroszok nyertek, első élőlényel, igen, első igen, emlőssel, igen. Meg első emberrel is ugye nyertek az oroszok, tehát hogy... Like az első élőlény az mi volt, egy legyet? Azt nem. Hiszem, hogy béka volt. Igen, ja, mert utána volt a kutyus, a Laika, meg volt a csimpi, itt nem tudom, hogy hívják. Ja, de igazából igen, tehát hogy mindent ők nyertek addig. Úgyhogy ezért is mondták, hogy valószínű azért kellett Kubrickot megkérni, hogy csináljon egy ilyen filmes hátteret, ahol elő tudják adni, hogy ők tényleg leszálltak. De amúgy tényleg leszálltak, tehát tényleg olyan köveket hoztak is mindent, ami viszont hát, tény. Ez hamis. Erről egyébként én olvastam egy tök jó dolgot egyszer, hogy ugye a fényképek, amiket fönt készítettek, hogy azokat kielemezték nagyon sokszor hozzáértő emberek, és hogy olyan fények vannak rajta, tehát hogy olyan árnyékokat vetnek az objektumok, az emberek, hogy azt csak olyan lézeres megvilágítással lehetett volna létrehozni, ami abban az időben bár rendelkezésre állt, de fehér fényt még nem tudott adni, csak pirosat, tehát csak piros ilyen lézeres megvilágításuk volt. Tehát, hogy azt sem tudták volna megcsinálni, illetve gyakorlatilag 650 ezer embert kellett volna rávenni arra, hogy hazudjanak. Hogy hazudjanak, hogy az nem egy kis polóniumot a tájukban. Gyakorlatilag abban az időben... Az araszok csinálják. Abban az időben. Mondjuk 650 ezer embernél. Jó sok polónium. Jó sok filter. De legalább kus lenne, és... meg rend. És most már és a Lipton részvény árfolyamok, hogy elszabadulnának. Ja, nem Coca-Cola részvények mennének, hanem a Lipton. Mi? Ja, ja, ja. Nice. Na és az a lényeg, hogy igazából drágább lett volna megcsinálni, lefékelni az egészet, mint így, hogy fölmenni. Ja, ja, tényleg. Kiküldeni ember. Ja. Hát igazából meg a Roosevelt szerintem, ami ilyen régebbi, ami még benne van. Igen, hát ugye az 51-es körzet az még mindig megy, az ugye pár éve volt a Storm. Igen, igen. Volt is egy nagy találkozó ott, vagy hát lett volna. Abban mekkora balé volt, amikor a légierőnek az egyik parancsnoka kiírta, hogy ne jöjjetek ide, mert megvédjük a bázist, és így hú. Tehát, hogy így gyakorlatilag... Ami nincs. Civilek így elkezdenek poénkodni, és így megfenyegeted őket, hogy lelősz mindenki. Hú, azért az erős, tehát... Ja.
Az durva volt arra, még nem is jelentkeztem. Nem is mentek. De várj, az 51-es körzet, ez nem jó példa, mert Peti mondta, hogy hisz az UFO-kba, tehát az nem Conteo. Igen, bár én mondjuk úgy, tehát, hogy gyakorlatilag, aki egy picit is foglalkozott mondjuk csillagászattal, vagy akármivel, egyszerűen olyan távlatokról beszélünk, hogy kizárásos alapon. Tehát, hogy egyszerűen nem hiheted azt, hogy annyira hogy különlegesek csak itt, nem lehet. Igen, hogy csak itt jött létre, egyszerűen olyan távlatokról beszélünk. Az én fejemben az van, hogy általában ezek az észlelések, amilyen UFO-kkal kapcsolatosak, azok ilyen nagyon érdekes módon az aktuális sci-fi trendeknek voltak megfelelőek, ami épp Amerika akkor kinyomott, tehát amikor zöld kis bogyókák jöttek, akkor olyanokat láttak, amikor szürke csecszopó lények, akkor olyanokat, vagy a sáska emberek, akkor olyanokat, és akkor mindig kicsit ahhoz húzták. Szóval az én fejemben az van, hogy én még erre olyan bizonyítékot nem láttam itt a Földön, ami nekem azt mondná, hogy na jó, ez inkább a valóságot tükrözi, mint sem a fantáziánkat. Mégis simán, tehát azt mondom, hogy egyértelműen, hogy élhetnek, sőt élnek rajtunk kívül is szerves organizmusok. Simán benne van a pakliban, tehát. Hogyan 13 ezer fényévre látunk el magunk körül? És ugye nem tudjuk, hogy azon kívül mi még van. Még mi van, persze. A fény még nem ért ide onnan. Igen. Mert igen. 13 ezer éves kb. Az univerzumunk. Igen. Tehát azon a körön kívül nem látunk. Úgyhogy igen. Ki tudja, mi van azon kívül? Hát igen, de remélem majd egyszer egy ilyen kozmikus buli alkalmával így körbevezetnek. 13 ezer éves az univerzumunk, ez téves állítás. 13 milliárd, bocsánat. Igen, ez lemaradt. Egy néhány nullát lehagyta. Még jó, igen, hogy nem igen. Pénzzel, vagy számokkal foglalkozol itt pénzügyes. Egy új Conteo, 13 ezer éves az univerzum. Egyébként lehet. Csak 6. Megmondom őszintén, nagyon sok lapos földcsoportban most beléptem Facebookon az elmúlt hetekben, hogy tudjuk osztani az igét. És ott nagyon hajmeresztő dolgok vannak. Tehát a tegnap például azt láttam, hogy valaki kiszámolta, hogy az északi sarkponton állva gyorsabban forogsz, mint a nem tudom minek a hajtóműve. Ők megpróbálják egyébként definiálni azt, hogy valóban téves elmélet az, hogy egy gömb alakú objektumon élünk. Valamiért. Nekem a TikTok mostanában dobálja föl ezeket a laposföldes videókat. Mert túl sok banánklipet néztem. Igen. Túl sok banángyíkokat én ezeket megnézem. Én ezeket a videókat megnézem, mert hogyan mondjam? Tehát én ezt már sokszor elmondtam, én szeretem azt, hogyha valaki érti a dolgát valamiben, tudja azt csinálni, és hogy rengeteg, hogyha munkát fektet abba. Ez ugyanolyan, mintha egy asztalosnak a videóját nézném meg, ahogy kifaragja a világ legszebb ajtaját. Tehát, hogy az is van benne egy ilyen jó... Ilyen tisztelet a munkaira? Igen, tehát, hogy ez tök jó végignézni, és tök jók ezek a laposföldes videók, mert látod, hogy rohadt sok munkát beleraknak abba, hogy ők ezt megmagyarázzák, és egyszerűen így látok valamit, és így most nem fogok tudni rá példát mondani, de így basszus, erre így nem is gondoltam. Hülyeség, de erre nem gondoltam, és látom, hogy dolgozik vele, és geci sokat. Abszolút, nagyon sok munka van benne. Például én sokáig azt hittem, hogy ezek a Conteók ilyen tényleg nagyon mélyről jönnek, vagy hogy tényleg így az átlag emberek találják ki, de ezek rendszerint szerintem ilyen tudatosan vannak kitalálva. Van egy amcsi ex-sportriporter, ez a David Icke nevű csávó. Az a lényeg, hogy nagyon sok ilyen Conteo hozzá köthető. Szerintem egyszerűen észrevette, hogy van egy piaci rés, hogyha valaki A-t mond, én B-t mondok, akkor a társadalomnak egy bizonyos része csak azért is azt fogja mondani, hogy ez csak azért is B. És például az ő könyveit, vagy a tartalmait, ha csak annak a pár százaléknak eladja, ő már milliárdos. Tehát, hogy egyszerűen sok esetben meg nem vagyok róla meggyőződve, hogy ők tényleg 100%-osan komolyan gondolják el, csak mint egy ilyen jobb fantáziával megáldott ember, ő azt mondja, hogy szerintem amúgy meg így van, és kész. És amúgy iszonyat pénzeket csinálnak, és később ráreppennek erre ezek a kisebb csoportok, vagy tényleg az átlag emberek, vagy valami, és na, akkor kezd el terjedni. De hogy ezek rendszerint amúgy ilyen nagyobb ráhatással rendelkező figuráktól jönnek. Voltam úgy egy ilyen
South Park rész, hogyha emlékeztek a Scientology-ról, ugye ott is ugye a Stanben élet újra elront Hubbard. És a Tom Cruise meg bebújt a szekrénybe. Most nem az a lényeg, tehát, hogy ott is valószínűleg az egyháznak a létrehozása az egy teljesen tudatos lépés volt, és azért lett ennyire elrugaszkodott az a vallás, mert direkt rámentek egy ilyen célcsoportra, akiknek ezt el lehet adni, ezt a nagyon sci-fi bemagyarázást. Persze. És hogy ugye ebből pénzt csinálnak nyilván, tehát. Tehát marketing eszköz a Scientology egyház is, és az összes Conteo? Ezt így nem merem kijelenteni, mert beperelnek, de... Felőle megint beperelni, úgyse tudok fizetni, szóval... Szerintem igen. Hát szerintem is. Azért Tom Cruise ereszkedik le. Mit mondtál? Jó, bocsánat. Bontom itt. Bocs, Gerike, szétszettem a mikrofon. Jó? Jó, hallatszik? Kicsit hangon ugrott. Nem túléles a határvonal egyébként így a vallási szekták és a Conteók között. Tehát pont ezt akartam mondani nektek, bedobni mint témát, hogy van átfedés a kettő között, anélkül, hogy a legnagyobb vallásoknak a követőit vagy híveit megsérteném. Hát nem, hogyha van egy embernek egy képzeletbeli barátja, az jobb esetben beviszik a sárga házba, hogyha sok ember mondja, hogy ugyanaz a képzeletbeli barátja, akkor támogatják államilag. Na, sok ember mondja, hogy nincs holdra szállás, vagy hogy a szientológia elveit vallja, akkor már nem viszik be a sárga házba, mégis. Ja, nem, én a vallásra gondoltam, mint képzeletbeli barát, hogy mondjuk kitalálsz magadnak egy... tehát Isten, vagy akármi, és hogyha sokan mondják, hogy nekik ugyanaz a képzeletbeli barátjuk, akkor az onnantól vallás. Igen. Igen. Közben jött egy komment, hogy egy amcsi srác pénzt gyűjt, hogy rakétát építsen, hogy felmenjen pár száz méter magasra, és majd jól körülnéz. Erre jöttek a cinikusok, hogy miért nem mész fel lifttel egy épületre, és akkor onnan körülnézel. Na most ehhez frissítést annyit tennék hozzá, hogy a srác összeszedte a pénzt, ki is lőtte magát, és ha jól tudom, már nincs köszönjük. Darwin-díjasok különbözőek. Ezt régen úgy hívtuk, hogy evolúció. Igen, ha már Darwin-díj, ezt régen úgy hívtuk evolúció. Legjobb komment, elvitték az UFO-k. Reméljük, szurkolunk neki. De figyelj, és miért nem ment föl egy drónnal? Tehát néhány száz métert egy drónnal, vagy a drón képét a kínai állam manipulálja, hogy azt hitt, hogy ott nincs semmi. Hát a Samsung is, a Hold se létezik szerintem, mert hogyha megnézed, a Samsung telefonok például már AI-val rakják rá a Holdat. Igen, hogy szép képen legyen. Igen. Tehát szerintem alapból az AI rakta rá minden képekre a Holdat. De erre szintén van utalás a szövegben, hogy az égbolt is csak hologram. Ja. De fényétől már lefogytam. Hú. De tehát, hogy ezek a sorok is igazából ilyen mindenféle kommentekből is hasonlókból jöttek, szóval hogy pont azt próbáltam meg így reprodukálni, amik ott a komment szekciókban valóban fortyognak. Az én egyik kedvencem a Hungarikum, a badacsonyi görény ember. Erről nem is hallottam még. Nincs, benne van a klipben. Láthatod is. Egy nagy lábon él. Igen, és tényleg ott egy hatalmas lábon is telefonál. Én megnéztem ugye a klipet, de én valahogy ilyen magamon kívül kerültem. Hát akkor a célját elérte igazából. Igen. Mi volt az a horrorfilmek a végén, így 7 nap fejed volt. Az nincs meg. Hogy ez volt az átok, hogy amikor meghaltál, ilyen fejed vár. A kör. És ez lenne, megnézed a gyíkok klippet, és utána az emberek. Utána rányálodzol a saját nemi szervedre. Az igen. Hol találta a badacsonyi görény emberre? Vagy hogy jött képbe? Hát nem, már ezt most meg nem mondom. Szerintem csak simán túrtam a netet, és akkor konkrétan, igen, írd be, hogy badacsonyi görény ember, és valószínű, hogy fogsz erre találni utalást, tehát ezt szintén nem én találtam ki. És hogy elvileg igen, hogy van egy ilyen badacsonyi görény ember. És ő mit tud róla, mit lehet tudni? Nem tudom, én úgy képzeltem el, hogy ilyen nagy fuchsos, ilyen a játékomba. Kilóg a melszűre, tudod, ilyen mafiózó forma. Gondolom büdös. Büdös, de közben meg, tehát a másik, hogy úgy képzeltem el, hogy olyan, mint hogyha egy ilyen X-Men lenne, csak ilyen magyar változatban, ilyen főgonosz, tudod, ugyanúgy lenne, mint a farkas, tudod, így a szakálla vágva, meg minden.
csak ilyen magyaros, ilyen badacsonyi görény ember, nem tudom, mi lenne a szuper képessége. Hát, hogy full alkoholista. Igen, de, nagyon gyorsan de sosem tudok. Másnapos. Azt a ilyen kurva gyorsan, mint hogy nem sebződik, vagy hogy nagyon gyorsan gyógyult. Ilyen szuper mája fel... van, vagy nem tudom. Szuper. Itt a badacsonyi görény ember. Természetesen túl magas a véralkohol szintje, és így hivatalos ezt termeli a szervezetet. Lehet. Hát Super Mario után, ami a Super Mario. Négy lába van, a teste ugyanolyan vastag, mint a nyaka, meg a lábai, meg a keze. Érdekes illusztráció. Igen, a fülei helyén ilyen sárkányszárnyak vannak. Nagyon jó. Ez egyáltalán nem egy pontos oldal, amit itt megnyitottam. Már balatoni szörnynek írják. Aha. Hát ja, ez egy ilyen, nem is néztem hozzá. Ez csodálatos. Képet. Hát azért nem szeretnék vele találkozni. Kína badacsonyban. Ja. Ő így a magyar nagyláb. Igen. Igen, a magyar érti a badacsonyi görényember. Igen. De hogy lett pont badacsony? A másik, ami ilyen magyar vonatkozású, az a alakváltó műtéteket támogatják gyík emberek. Ugye ott is az ovisok nem váltó műtéteire próbáltam utalni, csak mondjuk egy ilyen konteus környezetben, hogy... Igen. Hogy egyébként meg hány gyík ember lehet itt emberbőrbe varva. Hogy amúgy meg a gyíkok ugyanazt akarják, csak nem ovisokkal, hanem a társadalmunkkal, hogy egy idő után mindnyájunk gyík emberré változzon, és hogy ők egy nyugodt, embermentes társadalomba tudjanak élni. Ez csak a kapudrog, az óvodások átoperálása ez az egészhez. Persze, az a kezdés. Tehát, hogy hagyjuk már ezt, hogy fiú, lány, gyík vagy nem gyík? Döntsük el! Ráadásul ugye a gyíkok, ha jól tudom, akkor nem váltók, vagy tehát van valami ilyen... Van közöttük. Hát nem, és alakváltók, az biztos. Igen. Amúgy szerintem a gyíkok nem, a csigák viszont békák. Igen. Békák. Hát Jurassic Park. Igen. Egyébként a klipből a kedvenc jelenetem az a kozmikus lagzi. Tehát, hogy én attól... Én ott dobtam le a láncot szerintem. Amikor, hát... Csók jelenetnél? Nem csók jelenet, amikor megnyalod a gyíklányt. Az egyik legalapabb ötletem volt. Szóval abból indult ki az egész, hogyha ott sikerül megcsinálni azt a gyíkasszonyos részt, akkor ott valahogy ki kell égetni az embereket, anélkül, hogy a tényleg effektíve egy ilyen szexuális együttlétet próbálnánk megmutatni, és ezt mivel tudod más, hogy nekem számomra evidens volt, annál nagyobb parasztság nincs, hogy megnyalni egy gyíkasszony fejét, szóval azt úgy láttam magam. Mi más magam csinálnál vele? Tehát, hogy igen. Dobolni nem. Máshogy nem lehet. Igen. Dobolni nem fogsz rajta annyira. Igen, meg amikor a maci tudod így keresi a sündisznón, hogy ezt mivel mondtad így, azt is elképzelte, hogy egy gyík az, és akkor na, ennek vajon hol van a kibejárat, vagy és akkor azért van az, hogy így nézegetem egy időben. Ja, de hát az nagyon király, meg ott, hogy el tudtak jönni a vokalista lányok, az szerintem szintén nagyon sokat dobott az egészen, meg hogy hát ilyen iszonyat nagy lelkesedéssel vállalták be mindenféle hülye ötleteket. Ami, hogy fú, nagyon jó, hogy a végén éneklitek ezt az ilyen részt, de hogy mi lenne, hogyha beugranátok egyszer csak az ágyba, mint hogyha tényleg így túlvinnénk ezt az egész nász éjszakás jelenetet. Én gruppember. Persze. Úgyhogy nagyon imádom őket, meg nagyon köszönöm. Meg tényleg nagyon-nagyon sok mindenki segített igazából így a klip alatt. Élőben jött egy olyan komment is egyébként, hogy ismerősömnek mutattam meg, hogy úristen, ez mennyi pénzbe került? Igen. Hát a produkciónak van tehát vagy sok pénzből, vagy relatíve sok időből sikerülnek összerakni ezeket a dolgokat. Amúgy van, hogy ilyen maszkokat így menet közben vásárolgattam, meg ilyenek pont, amikor egy kicsit az ember félre tudott tenni. De szerintem tényleg amiatt lett nagyon, vagy nekem ilyen nagyon kedves, mert nagyon sok barátom el tudott jönni, és ők képesek voltak beöltözni mindenféle UFO-nak, alufólia sisakos embernek, és hasonlóknak, amiket ott sikerült összegyűjteni. Illetve a másik kedvenc ilyen ruhám, vagy jelmezem, az egybe egy ilyen
pöcs jelmez, amit szintén sikerült találni. De már ez ilyen nagyon vicces volt, hogy elkezdtünk keresgélni, és így kiírtuk, hogy fú, hát keresünk ilyen mindenféle ilyen dili maszkokat, és megután így feltételeztem, hogy na de kinek lehet egyáltalán ilyen otthon? De mondjuk akinek van, az még közelebb érzem magamhoz. Aki bármikor be tud öltözni fasznak. Például, vagy van otthon egy gyík maszkja, hát mennyire király már, nem? A lelkületünk ugyanazon a rezgés számon rezeg. Most meg kéne ragadni az alkalmat, hogy megköszönjük a szponzorációt Soros Györgynek a kliphez. Igen, nagyon szépen köszönjük, iszonyat sok pénzt adott. Azt hiszem, egy pár helyen így is raktam ki, hogy na, de vajon ez kinek az érdekében állhatott? Én ezt is egy kicsit így vártam, hogy hát, ha majd egy komment szekcióban elkezdik így, hogy na már megint megy az érzéketlenítés, vagy az érzékenyítés, hogy igazából ez most azért van, mert ezek valósak, és valaki azért adott pénzt, hogy valaki úgy mutassa be, hogy ez hülyeség. Uh-huh. A Csillagkapunak volt annak idején ilyen része, ja, amiben leforgatták a Csillagkaput. Tehát a sorozaton belül leforgattak egy részt a sorozatból, meg még sorozat is készült belőle, ami azért készült, hogy elhitessék az emberekkel, hogy ez nem valódi. Hogy ez csak kitaláció, ezért, hogyha valaki kitalál ilyet, az, vagy valaki kitálalna, arra rá lehet mondani, hogy de hát ez csak egy sorozat. Jézusom. Ez a brazil szappan operákos sártott volna. Igen. Ez csak a képzelet műve. Igen. Nem is tudom, hogy kiszabadították-e már, vagy megműtették-e már a szemét a... Izaurának? Izaurának, igen, igen. Nem, hát az Esmeraldának? Fú, ennyire vagyunk képben. Akkor Esmeraldának? Az Esmeralda volt a kivak. Nem ültünk elget a nagyszüleink mellett, miközben nézték a sorit. Ja, közben írják a Stargate-ben a sorozatnak a címe az volt, hogy Wormhole Extreme. Ja, de tényleg, hogyha valaki nézi, akkor írjatok már ti is ilyen konteókat, amiket esetleg mi nem ismerhetünk. Én vagy... nekem a kedvenc UFO-s konteóm, ami így direktbe UFO-s, az ugye ez a Sirius-os. Hogy a Sirius menekült. Az a baj, hogy nem tudsz utána nézni, hogy most ez tényleg valós, vagy nem, mert annyi könyv meg minden készült már erről, nem tudsz utána nézni, hogy most akkor mi a valóság. És elvileg Afrikában van egy törzs, ami 50 nem tudom hány évente megünnepli egy csillagnak a testvérének az eljövetelét, és a NASA valamikor a 60-as években bizonyította be, hogy a Sirius előtt minden 50-valahányadik évben áthalad egy bolygó, és ugye kitakarja a csillagot, és ugye bebizonyították, hogy ez tényleg ott van, és elvileg ez az afrikai törzs mindig akkor ünnepli ezt az eljövetelt. Uh-huh. Hogy ők honnan a francból tudhatták, mikor szabad szemmel ez nem látható, tehát, hogy csak ugye rádió távcsővel. Uh-huh. Őrület. Rádióteleszkóppal. És hogy nem tudsz utána nézni, hogy most akkor ez tényleg csak egy konteó, vagy ez valóság, mert hogyha rákeresel, annyi mindent találsz már róla, hogy így. Amúgy azok mellett, hogy röhögünk egy csomó ilyen konteón, egy csomó olyan van, amire én is, vagy egyszerűen ugyanúgy nem tudjuk, hogy készültek azok a kristálykoponyák, hogyha ismeritek ezeket. Tehát olyan tökéletesen van csiszolva, hogy gyakorlatilag nem találnak a felületén olyan részt, hogy bármilyen csiszoló felület hol érintkezhetett vele. Tehát a korát meg tudják határozni ezeknek a dolgoknak, de hogy csinálták, azt nem. És azok azért tényleg olyan dolgok, hogy azt a mindenségét. Na, figyelj, kíváncsi lennék. Egyébként ebből a szempontból még a piramisok is ott vannak. Persze. Igen. A piramisoknál egyetem. Vannak úgy csiszolva a kövek, hogy nem tudsz még egy papírlapot se bedugni közéjük. Igen, gyakorlatilag. Meg ilyen lézeres mérőkkel megnézték, hogy tökéletes minden dőlésszög és hasonlók. Tehát azért azokkal az eszközökkel valóban egészen emberpróbáló feladat. Teljes átmérőjén valami másfél centi van a piramisban, ami igazából betudható annak, hogy az évek alatt ennyi süllyed már, mert... Igen. Tehát, hogy így... A legjobb kontók mindig ugye azok, amiknek van egy ilyen igazságtartalma, tehát valamiből van kiindulva egy kézzelfogható dolog, amire nehéz, amit nehéz megmagyaráznunk. Ja, egyértelmű. Azokra könnyű ráharapni. De amúgy pont a Bill Gates-es mikrocsipesnek is volt alapja. Tehát, hogy már nem tudom teljesen egészen pontosan, de hogy ott is
valahogy összemosták ezeket a dolgokat. De ez a lényeg, hogy, hogy ott is félre lehetett amúgy így hallani, igen, ezt, igen, az egészet, csak nyilván tovább görgették. Miért lehet ez, hogy ennyi konteó, és szerintem egyébként ezek szaporodnak. Tehát, hogy egyre több van. Hogy mi van ennek ekkora táptalája, nem, szerintetek a társadalom? Szerintem nem a világunk lett rosszabb, hanem a hírközlés lett jobb. Tehát amíg ugyanezeket a konteus dolgokat mondjuk egységekre bontva otthon, a kocsmába, barátok között, családon belül beszélték az emberek, addig gyakorlatilag most az internet segítségével szerintem sokkal több mindenki tud rákapaszkodni. És mint ahogy az elején mondtam, hogy vannak ezek az ilyen bizonyos ilyen gondolatbuborékba zárt emberek, vagy hát valamilyen szinten mindenki az szeret a saját véleményével megegyező dolgokat hallani, ezért sokkal hamarabb ráharap ezekre. Szóval mivel már így az internet által nagyon sok mindenkinek a gondolatával tudsz találkozni, így szerintem evidens, hogy ezek gombamód fognak itt szaporodni. Az 5G volt szerintem az első olyan, ami ilyen tényleg ijesztő volt számomra magyar társadalom vonatkozásában, amikor bejelentették az 5G-t. Ugye magazinunk is van, rengeteg cikkünk van, egyből cikkeztünk erről, hogy mi lesz az új technológia, stb. És Facebookon jöttek olyan kommentek, srácok, hogy valaki beküldött egy képet a routeréről, hogy ő még a router antennáját is becsomagolja alufóliába, hogy ne sugározzon, és akkor így írták többen neki, hogy hát ez nem annyira jó, mert hogy itt az történik, hogy csökken így a jelerősséged, és ez erre úgy reagál a router, hogy emeli a feszültségét az adónak, és így egyre erősebben sugároz, hogyha leárnyékolod, barátom, tehát hogy így nem biztos, hogy azt érhet pont el vele, amit szeretnél, de hogy ez számomra olyan megdöbbentő volt, hogy valaki szolgáltatótól vesz, érted, igénybe veszi az internet szolgáltatást, az otthonába kerül egy router, és megfogja az asszony alufóliáját a fiókból, érted, amiben a 10 óráját szokta neki csomagolni szeretettel minden reggel, és azzal betekeri a routernek az antennáját. De miért a routerre rakta, és miért nem a fejére? Nem látta a neten, hogy ez úgy szokás? Istenem, kezdő. Ez így kell fogni. Na, látod? Ez csodálatos. Ennyi. Már le is vagy védve. Én láttam a lelki szemeimmel, ahogy kivágják ezeket a adó tornyokat, tudom, és közben kiposztolnák, hogy na, végre ledöntöttük. Ó, nem tudjuk megosztani. Ez is a kormány műve. Nem, ti csináltátok. Hú. De jól áll. De figyelj, szerintem itt én Loch Ness-i szörny, UFO-k, stb. Ezekkel itt tök jól el lehet szórakozni az interneten. Tehát megértem, akik ilyen szinten bekapcsolódnak ebbe a körforgásba, de amikor ez már tényleg ilyen fizikai térbe való cselekvésben manifestálódik, mint hogy tényleg alufóliával betekeri a router antennáját. Mm-hmm. És utána, ami meg a Covid-dal kapcsolatban volt, hogy tényleg becsippelnek minket, meg a Bill Gates, meg a nem tudom, agyhullámok, és akkor mindenki Windows-t fog telepíteni, vagy nem tudom, mit akar. Tényleg, de hát, hogy az a baj, hogy addig se gondolnak bele a dolgokba, hogy mit érne a Bill Gates azzal, hogy mi be vagyunk csippelve. Tehát, hát mi? Hát eladja a sok szolgáltatónak, akik robot hadseregként nyomatnak minket a Tesco-ba. Akciós tojás. Főleg a zsákfavakban élőket. De minek kell az elmenni a Tesco-ba? Tehát akkor nyomathatja a hullámokat, hogy azonnal utaljak a Microsoftnak. Majd az a másik. Nehogy nekik. Hörzeteket. Várjál, itt a mikrofon lehet. Takar le. Na, itt Mumin írja a chemtrailt. Hát igen, a chemtrail az a dolog, amit én egyszerűen nem tudok épp észrefogni, hogy az honnan jött. Ezt valaki kitalálta szerintem megint csak, hogy hát ez a kondensz csík. Nézd meg, igen. Fehér csík és izé. Igen, ott is alapvetően már az volt az én fejemben is, hogy odáig már nem jut az ő gondolata, hogy figyelj már egyszer, az a pilóta is, aki ott permetez, lejön, vagy hogy jobb esetben neki is van családja, vagy tehát, hogy már kit veszel rá? Vagy hogy van egy gonosz ember, aki amúgy meg így egy pincéből irányítja ezeket a robotrepülőket, miközben így permetezi az emberiséget. Nem, de nyilván csomó minden mással mérgeznek minket. Ezzel szerintem pont nem.
Meg mi? Miért? Tehát, hogy mi értelme van? Nem, egyszerűen nem tudom éppen felfogni. Tehát erre mindig Kenny Devine jut eszembe, aki elemezte a Star Wars utolsó részét, és hogy akkor most elpusztítunk minden bolygót. Aha. És kifogadót fizetni. Mi értelme van megölni mindenkit? Kifogadót újra tervezés. Azt a repülőt is tankolni kell, az? Ja. Egyébként a chemtrailnek az az értelme, hogy a gyógyszergyárakat támogassak ezzel, hogy minél több gyógyszert vásároljunk, mert betegek leszünk tőle. Tiltsuk be a repülést most azonnal. Most már értem. Az a legbiztosabb, ha mindig mindent betiltunk. Igen. Mondjuk, most, hogy így mondtad, elkezdek hinni. Lehet, hogy ezt a részt ezt kivesszük majd a videóklipből, amikor elmegy felettem a repülőgép, amikor kiugrok az Alien hasából. Igen, ilyenre egyébként tudok mondani ellenkező példát, amikor így, hogyan mondjam, rosszat tesz egy ilyen. Én növénytermesztésből jövök, nálunk volt egy eset, illetve nem nálunk, hanem a növénytermesztésben betiltottak olyan permetszereket, amik veszélyesek a méhekre, mert az éjjel kimaradó méheket az éjjeli permetezéskor, hát sajnos megöli ez a permetszer, ezért betiltották őket, és most már csak olyan permetszereket lehet használni, amik 10-szer veszélyesebbek minden élőlényre, és így tök jó, tehát, hogy egy olyan permetszert, ami egy hét alatt lebomlik, és nem szívódik be a táplálékláncba, azt betiltották, mert megöli a méheket. Cserébe olyan, ami felszívódik, és utána bennmarad. Nehéz kérdés, azért a méhek eléggé fontosak így az ökoszisztéma szempontjából. Százalékos arányban elhanyagolható volt a veszteség. Igen. Csak egy-két méhésznek ez nem tetszett. Aha. Nem tudom. És akkor ezt elkezdték nyomni, hogy meghalnak a méhek, és annyi ember beállt mögéjük, hogy EU-s szinten betiltották a bizonyos növényvédőszerek alkalmazását. Aztán. Ezért hiszünk mi a bióba. Nem kell permetezni. Amúgy igen, nyilván, hogy a bióa. Összes, melyik kemikália szarabb, mint a másik verseny. Tehát, hogy az, hogy valaminél van szarabb, az nem azt jelenti, hogy az jó. Amúgy igen. Nézőpont kérdése. És az innentől kezdve mély filozófia. Még filozófia? Még filozófia. A méhekben egyébként vannak kamerák, mert abban biztos vagyok, hogy van egy ilyen konteó, hogy a madarakban vannak kamerák. Igen, ami és hogy azért vannak, hogy megfigyelnek minket. Hát figyelj, a Matrixban is az állatok is programkódok voltak. Igen. Amúgy. Tehát miért csak a madarakban lenne kamera? Szerintem van a rókában is. Mert ezek sok szakban meg tudnak figyelni, meg ugye fentről sok mindent látnak. Trónok harcában is láttam, hogy ott a holló volt ugye a megfigyelő. Összekapcsolom, hogy akkor valószínű, hogy... Nem véletlenül jöhetett az ötlet. Hát én akkor a rovarok is. Tehát egy légy is hányszögben lát. Hát persze. Tehát, hogy... meg is. A poloska. Na, hát... Még a nevük is megegyezik. Bejön, lehallgat, küldi az adatokat Bill Gatesnek, nézegeti. Igen, ezek meg otthon röhögnek a magunk, hogy... A poloska, ezek mindenféle ketyerét keresnek, tudod, ezt ott zűn meg a büdös bogár a sarokba, azt mindent hallunk. Ja. Igen, azért van csápja, az az antenna, mindenki tudja. Hát evidens, hát még a hülye is tudja, nem, hogy én. Melyik a leghajmeresztőbb konteó, amivel találkoztál, Betty? Csűha. Mind is. Ez a madaras egyébként, amit mondtam, ez nagy kedvencem szintén, tehát hogy ezt oda tenném a top 3-ban mindenképpen. Mondjatok ti is. Nektek melyik volt a kedvencetek? Vagy melyik a leghajmeresztőbb? Hát a Balaton egyértelmű. Avril Lavigne halott, meg Britney Spears már halott, ez is egy nagyon jó. Meg Michael Jackson életben van. Igen. Meg Tupac. Igen, meg Elvis is. De Britney Spears halott, az nekem nincs meg. Nincs? Nincs. Hát hogy ugyanaz, mint az Avril Lavigne-os teória, hogy tulajdonképpen őt már csak ugye AI generáltan látjuk, hogy egy másik személy játssza a Britney Spears-t. Simán benne lehet. Amúgy már most tartott az AI, hogy az Avril Lavigne-nek pedig egy dublőre akkor... van, ugye egy doppelgangere. Aztán. Hát ebbe is lehet valami. Igen, ezt azért nem zárnám ki.
Nem, egyébként karakterre én az izét imádom, tehát a Bodocsonyi Görényember. Tehát, hogy igen. Igen, szerintem az így a magyar kultúrtörténetnek egy része lesz így hosszú távon a gyíkok klip hatására. Tehát van egy barátom, aki Badacsonyban lakik, és azóta őt hívom Badacsonyi Görényembernek, mert annyira meccsel, hogy... Ja, vagy kéne valamilyen görényjelmet szerezni, és akkor tényleg csak ott a turisták között néha kirohanni az erdőből meg vissza, és akkor de csak annyi, hogy épp csak lássanak, de ne tudjanak lekamerázni, vagy valami. Vagy csak ilyen szokásos, kezdeni. Ilyen épp, hogy lekamerázni, ilyen elmosódott képeket csinálni. Ha mindenkinek 4K-ba vesz a telefonja, de akkor pont a 33-10-esen volt nálam, tudod? Pont kaput telefonja. Igen, ez a másik ilyen nagyon para, hogy ezeket a mai napig ilyen nagyon rossz körülmények között tudják felvenni. Szóval, hogy hol van már, igen, hogy tényleg 4K-ba látom azt a... képet még semmiről nem láttunk, pedig mindenkinek optikai kamera van a telefonja, most csak hülyeségeket mondok, nem értek hozzá, meg mit tudom én, milyen képstabilizátor, meg minden, és akkor a képet, amikor megnézed, egy ilyen 4 csíkból áll az egész, és ott van a Yeti. És így, tényleg? Egyébként a csípes sztori, az oltás csípes, az szerintem onnan kezdett el kibontakozni, hogy olyan alacsony csíkméreten van most a azt hiszem, hogy az AMD. Tehát olyan, azt hiszem, nem tudom hány nanométer, most fejből, Roni jobban tudja, hogy az 50-ed akkora, mint egy COVID vírus molekula. Wow. Az mondjuk elég pazar. Tehát, hogy 50 tranzisztornyi méretű egy COVID. Tehát, hogyha az akkor, akkor az oltásban néhány csíp azért belefér. Gondolom, hogy ez lehetett a fizikai táptalajának a becsíppelés. Közben írtak egy tök jó konteót, hogy a Hold valójában egy megastruktúra, egy Dyson gömb. És amúgy tényleg ezt is hallottuk már, hogy a Hold valójában üreges, és hogy az gyakorlatilag egy űrlénybázis. Meg hát hallottunk már róla más bázis jellegű persze, dolgokat is. Persze, zombinácik élnek igen, rajta a sötét oldalán. Ez is volt egyszer egy ilyen alternatív szöveg. Hát egyébként a Hold az sötét... a Holdnak sötét titka, köcsög ufók élnek rajta. Tehát igen. Volt egy csomó ilyen szöveg, de igazából anya, tényleg ki kell hozni. Hát a Mars lakókat írják, de hát a Mars lakók azok már annyira lerágott csont, hogy... Persze. Lerágott vitamin, mint igen, a Mars lakócskánk, vagy mi volt az? És az lehet, hogy szárított Mars lakók voltak, basszus. Hát szerinted miért nincs már a Marson Mars lakó, bazznek? Megették a gyerekek őket. Dehogyis, nem. Ezt biztos kézből tudom mondani nektek. Első kezű információ, hogy a Mars lakócskák, a vitamin, hogyha eszed, az csak elősegíti a gyíkemberé való operációdat. Tehát az első ez olyan, mint a hormontabletták, amikor fiúból, lányból, fiúba akarok nyitetni magad az oviba. Igen. Emlékszem még, amikor mi gyerekkorunkban az volt a legnagyobb kérdés, hogy farsankor mi akarsz lenni, hogy hogy Batman, vagy kis királyfi, és már azért ilyen nagyobb táblatokban lehet eldönteni. Gyíkember akarsz lenni, vagy kisfiú. Vagy Bill Gates. Már Zuckerberg. Igen, őróla is volt egyébként olyan konteó, hogy ő valójában robot. Hát meg gyíkember. Megnézed, amikor ott a kongresszus előtt feszeng az öreg, amikor felteszik nekik a... Mint egy robot egyébként. Hát tényleg. Olyan fejeket vág, hogy... Hát, ilyen amúgy a Hillary Clintonról is volt, hogy valahol beszédet tartott, és hogy inni akart vízből, és hogy visszaköpött valamit, és ilyen, mint hogyha ilyen fekete cucc lett volna a vízben, mint hogyha olaj, ugye arra ízeltek, hogy valami ilyen... Szivárog a hidraulikon. Ja, savköpő mennyit. Vagy lehet, hogy épp csak valaki vitt neki Magyarországról egy negrót. Hát, megkóstolt Hillary. Ó, ez nagyon csíp. Olaj, olaj! Ha mennek is a texasiak, azt sajtolják ki belőle. Ja, azóta férje egy ilyen kutat épített a fejére. Ja. Ez egy ilyen UFO kutat ás. Hardcore, bocsánat. Hardcore. Kezdünk elveszni, gyerekek. Jó. A savköpő menjétek. Hát, én nem tudom egyébként, hol lesz a vége, és azt se tudom, hogy
Tehát, hogy ez egyértelműen szaporodnak a konteók. Egyre durvább dolgok lesznek, és én attól félek, hogy totálisan, amennyire király dolog ez az internet, hogy ez így tényleg világkommunikációs szabadság. Tényleg egy pillanat alatt tudsz a föld túloldalával információt cserélni, oda fogjuk ezt inflálni, hogy totálisan értéktelen szar lesz az egész. Már szerintem elég közel vagyunk hozzá. És akkor majd szükség lesz valamire, mint a cyberpunkba, ugye a régi internet, amit el kell pusztítani, és akkor új alapokra helyezni a világkommunikációt, mert hát nem tudom, szörnyű dolgok vannak. Tehát, hogy elindulsz egy webbeteggel, érted? Egy izé lábfájással, és 20 perc múlva már rákot diagnosztizáltál magadon, arra rátolsz két YouTube videót, és akkor rájössz, hogy igazából ezek csak ilyen űrgebőrbe vart gyík emberek, ja, akik mérgezik az elmédet, de azért egyébként nagyot néznénk, hogyha Bill Gates kicipzárolná hátul. Elől, nem hátul, elől. Én annyira örülnék. Hát én szedném le a videót a YouTube-ról. Csak igazuk van. Én hülye. Jó, kinevettem őket. Te megmondtad. Nem, én direkt azért fogalmaztam úgy, mint hogyha egy konteus fogalmazna, hogy figyelj, mind a két oldalról. Csak hülyéskedtem, de hát én már akkor mennem. Ja. Nagyon vicces dolgok az interneten, mint ugye például ezek a szektás videók, amik szintén kicsit ehhez kapcsolódnak, és én imádom őket, de amikor a szektások a valóságban a közelembe jönnek, meg mondjuk az ismerőseim, barátaim, családtagjai, akkor én esküszöm nektek, hogy félek, és megpróbálom megszakítani a kontaktot rögtön velük, és komolyan elkezdek rettegni. De amikor meg a TikTokon látom a videót, akkor ez egyik kedvenc tartalmam. Fú, én még ilyen nem láttam, de hogy ezek mit csinálnak? Igen, mit szektáznak? Milyen egy szektás videó? Általában van mindig egy líder, aki beszédet tart, egy ilyen karizmatikus vezető, és akkor a hívei pedig ennek hatására valami igazán furcsa tevékenységbe kezdenek, kiabálnak, vergődnek, rángatóznak, epilepsziás rohamot kapnak. De várj, ez éppen... a Hídgyüli, nem? Ja. Nem csak a Hídgyüli. Ezt is csinálják, igen. Nem csak a Hídgyüli, hanem tehát, hogy vannak ezek a különböző New Age szekták, mint ugye a Jim Jonesnak a szektája, és amik így ezekből ágaztak el. Tehát Magyarországon is több ilyen van, és igazán furcsa dolgaik vannak. Például ezek a New Age szektákban benne van gyakran az is, hogy amellett, hogy szocialista szektek, például a gyilkosságot sem feltétlenül ítélik el annyira, meg az állatáldozatot sem, és hát én tőlük félek, nem a sátánistáktól. Ők legalább jó zenét játszanak. Legalább ezt tudtak szerteni. Hát szektás rockot még nem hallottál. Ja. Hát azok el vannak ízé bárányilkolászása, nem tudom, mit csinálnak, mondom, majd megnézem TikTokon a titkos kis társaságokat. Meg ugye a pedofília is sajnos elég jellemző rájuk, főleg ugye, hát Amerikában annak nagy kultusza van. Hogy ezek ilyen mikrocsoportok, amik minden devianciát megpróbálnak legitimálni. Igen, valahogy hát általában a köré építik magát a vallást. Hát akkor a kurva anyukad. És ebben a formában ijesztő. Az első vonzotta a szektársadásuknak a pénz, vagy hát az első mozgatórugója, a második meg az, hogy van valami olyan devianciájuk, amit a társadalom nem fogad el. Ezért ugye vallást alapítanak, hogy ott elfogadottá tegyék azt. És ugye hát általában mi az, ami a leginkább ilyen, az ugye a pedofília. Ja, mert hogy vallásszabadság van, és kihasználják ezt a kiskaput. Igen. Ott simán, tehát ilyen 12-13 éves kislányokat simán kiházasítanak. Meg még fiatalabbakat is. Szörnyű. Jobb ezekbe bele se gondolni. Nem tudom számomra. Jól lecsavartuk a hangulatot. Igen, bocsánat. Nem te hoztad fel a pedofilokat. Nem Greta, party isn't fun. Amúgy ezt a témát szerintem kiveséztük. Nagyjából. Igen, uh-huh. Yeah, guruljunk tovább. Van rajtatok még a lufóliás is? Írjátok meg. Levettétek már? Nem, hát le kellett venniük, mert hallgatnak minket. Ja, nem jutnánk el. Nem, hát már itt csak a gyík gondolatokat szűri meg az orufóliás is. A nem gyík gondolatokat nem szűri meg. De nem mi vagyunk a gyíkok. De részben igen, mi vagyunk azon. Gyanús. Ja, és ti mit szóltok ehhez az új mexikói felfedezéshez? Azéhoz? A...
Hát belerakták ezeket a pici színei mumifikálódott kis UFO lények, vagy hát nem UFO, bocsánat, hanem ilyen kis alienek, igen. kinéző dolgokhoz. Láttuk őket, itt volt is egy félreértés az irodában miattam, mert megkérdezték ezt, és én egy teljesen másik konteóra gondoltam, aha. mert Peruba meg egy törzs állítólag segítséget kért, mert hogy predátorszerű alienek ellen harcolnak már egy hónapja. Ott forgatták a legutóbb. És állítólag ott nő a legtöbb meszkali. meg az amcsik nem merték eddig bejelenteni, de hogy forgatják a Predator 4-et. ők meg mondják, hogy törzsek, hogy gyilaznak minket, nem bírunk forgatni. Valahogy... Másik szögből is felvett, kurva élet, ilyen menekül! Ne szóljatok neki, nagyon jó snittek vannak. Fú, hát szóval igazából azok is belekerültek így a videóklipbe, uh-huh. ezek a mexikói kis lények. Hát engem úgy nem győzött meg már így az első pillanattól kezdve sem. Csak így ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy szemlátomást ilyen értelmesnek kinéző, vagy ilyen tudományosnak kinéző figurák egyszerűen tényleg berakják ott a röggembe, meg tényleg így előadják, mint hogyha tényleg kutatást végeznének, és ez a másik ilyen nagyon veszélyes, amikor mondjuk így megbízol mondjuk a tudomány emberébe, uh-huh. és valaki csak felveszi azt a köntöst, mintha ő az lenne. Tudod, mint a History Channel-en, meg minden, hogy amúgy úgy van eladva, mint hogyha ő ilyen professzor lenne, de hát izé a igen. helyi csövi valahonnan, nem tudom honnan. És hogy ott is így felmerült a kérdésem, hogy vajon nem az amcsik, de már én is ilyen konteus vagyok, tudod, hogy nem az amcsik pénzelik mondjuk a mexikóiakat, hogy kihozzák ezeket a balhékat, hiszen nekik ilyen óriási költségvetési paráik voltak abból, hogy idáig azért ők kaptak mindenféle ilyen UFO kutatás és hasonlókra írdatlan pénzeket, amikkel ők nem tudnak elszámolni. És most egyszer csak, amikor mondták, hogy hát de ott van egy lyuk, akkor így gyorsan csináljunk egy-két sajtótájékoztatót, hogy amit idáig kutattunk, az amúgy igaz, azt mondtuk idáig, hogy nem igaz, de most, hogy keresitek a pénzt, a mexikóiaknál is van. Nem tudom, tehát egy kicsit nekem így efelé sántít a sztori. Bennem egy kicsit... Egyértelműen műbabák, szóval egyszerűen nonsens. Hát azt megállapították, hogy ugye... Azt megállapították róluk, hogy organikus eredetűek, de attól függetlenül nyilván, tehát lehet, hogy egy bitang nagy csalás, tehát összeraktak csontvázakat használni. Hát nekem nagyon úgy néz ki, vagy így nem tudom. Tehát így... És most így őszintén ti láttatok arról bárhol feljegyzéseket, hogy a honfoglaláskor gyík emberek nem voltak a honfoglalók között? Ja, ez a South Park History Channel. History Channel ugye így csinálja. Igen, de ti láttatok arról? Nem tudom, nekem ezzel kapcsolatban egy olyan feelingem van, hogy szerintem van egy ilyen kicsit ilyen messiás várás, ami így mióta foglalkozunk ezzel a földön kívüli élettel. I want to believe. Igen, hogy így már mindenki látni akarja, hogy tényleg erre van valami evidence, és akkor akármi előkerül, egyből mindenki ráugrik, hogy na, akkor végre ez lesz az. Egy kicsit olyan, mint a fúziós reaktor, tudod, hogy 60 éve beszélünk róla, hogy fúziós reaktor, de igazából... De még semmit nem láttunk. Így van, tehát hogy egy nagyon jó elméleti dolog. És nyilván, hogy ez így könnyebben tud terjedni, meg mainstream-ebb dolog tud lenni, mert nagyon sokan kíváncsiak szerintem erre. Hát csak az alapkérdés, hogy kinek az érdekében állhatott? Most konkrétan, hogy ők most kihozták ezeket a dolgokat, meg tehát, hogy úgy hozta le az összes sajtó, mint hogy ja, valóban itt van a megdönthetetlen bizonyíték, a mexikóiaknál ott fekszik kis dobozkába. Hát szerintem a mexikói Joker érdekében elhozott. Igen. A csupakabra volt. Igen. A csupakabra, a kecskeszapó. Vajon a dark webben lehet kapni ilyen UFO ember maradványt? Aztán, na az kurva jó lenne.
Mondjuk vannak ilyen képek, hogyha tényleg így, ilyen íti, mint hogyha föl lenne húzva egy nyársra. Amikor Kínába száll. Igen, hogy a Kínába száll. Vigyetek haza! Kínában miért nincsenek UFO észlelések? Igen. Észlelések vannak, csak hát... Ők máshogyan dolgozzák fel ezeket az észleléseket. Igen. Szó szerint máshogy dolgozzák fel. Van, aki levesnek, van, aki pörköltnek. Van, aki hurkát tölt belőle. Szerintem legyen ez a zárószavunk. És semmiképpen se főzzetek hétvégén UFO pörköltet. Semmiféleképpen se. Igen, mert az fáj nekik. Vagy ha igen, cseppentsetek bele egy pici polóniumot, mert attól finomabb. Ez a Putyin recept fél óra. Sziasztok! Putyin! Sziasztok! 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 Sziasztok.